Ez a Hír 18, a járság híradója 18 településről 18 órakor. A 32. Jászbálnak május 13-án jászárok szállás adott otthont. 50 éves az idősek gondozásáért létrehozott intézmény Jászfény Szarun. A közbiztonságról szóló beszámoló volt az áprilisi jászapáti testületi ülés legfontosabb témája. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at látják 18 településről 18 órától. A 32. Jászbálnak május 13-án jászárok szállás adott otthont. A jászság patinás rendezvényét először látta vendégül a település. A jászárok szállási déli báb népzenei műhely kabócák csoportjának énekét, citera játékát, Pál Mihály hegedű játékát és a Fortuna TSE diákjainak táncát is élvezhették a bálozók szombaton este a Szent Vince úti tornateremben. A hagyományokhoz hűen a bál királynőjét, hercegét is megválasztották, és a tombola sem maradhatott el. A kapuban diákok várták a vendégeket jászárok szálláson a 32. jászbál helyszínén május 13-án szombaton este. A tornaterem ajtaján belépve pedig pezsgővel köszöntötte az érkezőket a város polgármestere és a bálanya. A bálteremmé alakított Szent Vince úti tornaterem megterített asztalain helyben kézzel készített, a bál jelképévé vált galambot ábrázolt mézes kalácsok és ültetőkártyák jelezték az ültetést. Majd 7 órakor megszólalt a fanfár és a koronák elhelyezésével. Elkezdődött a 32. jászbál. Elsőként a város polgármestere Antal Péterné Szerző Ildikó köszöntötte a jelenlévőket és köszönte meg a bál létrejöttének segítőinek munkáját. Jászárokszállás város életében nagy nap ez a mai. Soha jászárokszálláson még jászbál ilyen formában nem volt. Elmondta, külön öröm, hogy 2023-ban rendezhették meg a jászbált, hiszen ebben az évben ünnepli a város 32. születésnapját, és a dátum több szempontból is különleges. A jászok az egyedüliek, akiknek a redemció Mária Terézia nevével összefonódott. És olyan különleges ez a nap, hogy nem csak a fatimai jelenések emléknapja van, hanem Mária Terézia születésnapja is. Csodának nevezte, hogy pont e napon szervezhették meg jászárok szálláson a bált. Záró szavaival a bál jelképévé vált galambot említette meg, mely a szeretetet, összetartozást, a szelídséget, a hűséget, a reményt és a békét szimbolizálja. Kérte a vendégeket, a mézes kalácsokkal vigyék mindezeket el saját településeikre. Majd Borbás Ferenc emeritus jászkun főkapitány szólt a vendégekhez. Ha mi, mint közösség összetartunk, akkor erősek vagyunk. Pócs János beszédében kiemelte, fantasztikus élmény volt, mikor meglátták a kedves fogadtatást a parkolóban, mert már az autóból kiszállva diákok kísérték be a vendégeket. Úgy fogalmazott, ez nem olyan bál, ami az evészetről, ivászatról vagy a lagzis mulatságról szól. Ez sokkal több annál. Méltó ahhoz az évszázadokra visszanyúló, történelmi jelentőségű jász összefogáshoz, aminek a világon sincs párja. Elmondta, a szervezőknek sikerült kiválasztani a legalkalmasabb díszvendéget. Főtisztelendő Ficek László helynök úrnak megköszönte az évtizedes törődést, segítséget, a jó szándékot, amit a jászoknak mindig kiemelten biztosít. A polgármesternek és a bál létrejöttének segítőinek is köszönetet mondott. Sokkal inkább azt, hogy fölvállalták az első jászbál házigazda szerepét. Ezzel is bizonyítva, hogy jászárok szállás minden szállal, minden kötődéssel oda tartozik, ahová való a jársághoz. Az ünnepség egy tradicionális ceremóniával folytatódott a bálanya avatásával. A szervezőbizottság egyhangú javaslata alapján a megtisztelő cím Pap Zoltánné, született Bódis Borbálát illette meg az idei jászbálon. Az ember életében adódnak boldog pillanatok. Mindig fontos volt számára a szülőföldjéhez, a múlthoz való tartozás, a jász kultúra és a városon belüli kapcsolatok ápolása. Városunkban 1986-ban alakult meg az árokszállásiak baráti köre nevet viselő civil szervezet, melynek tagja, később elnöke is lettem. A kör célja a múlt emlékeinek összegyűjtése, megőrzése, gazdagítása. Úgy gondoltuk, nem engedhetjük meg, hogy redemptus őseink hagyatéka a feledésbe merüljön.
A közösségi életben betöltött szerepe a nyugdíjazásával nem ért véget. Továbbra is részt vesz a város kulturális életének szervezésében. A 32. Jászbál díszvendége, főtisztelendő Ficek László helynök úr fontosnak tartja a jászsági hitélet támogatását. Mindig szeretettel jön szülővárosába Jászárokszállásra, ahol mindig megkülönböztetett tisztelettel fogadják, ahogy most is. Meseországhoz hasonlította a rendezvényt. Amikor mindenki a boldogságot szeretné elérni, mindenki a boldogságot vágyja, akkor mindig olyan jó megélni és megtapasztalni azt, hogy amikor egy társaságban, ahol szeretettel, önzetlen jó akarattal vannak egymás iránt az emberek, ez mennyire meg tud valósulni. Aki a kezdetekkor megálmodta a 19. század végi, 20. század elejé bálok felelevenítését, és újkori jászbált szervezett a jászok fővárosában, Hortiné dr. Batu Edit, etnográfus, a Jász Múzeum igazgatója is szólt pár szót a jelenlévőkhöz. Mi nagyon boldogok vagyunk, és köszönjük a mindenkori szervező településnek, így most Jászárokszállásváros önkormányzatának, a 32. Jászbál rendezőbizottságának, hogy méltó módon megrendezte. A folytatásban a vendégművész Tüszkő Sándor produkcióját, a Jászárokszállási Délibáb népzenei műhely kabócák csoportjának énekét, citera játékát, Pál Mihály hegedű játékát és a Fortuna TSE diákjainak, tanárainak táncát is élvezhették a bálozók. Az ünnepség után a Bibuci zenekar szolgáltatta a zenét. A polgármester asszony nyitó beszédében elmondta, hogy nagyon izgulnak, hogy minden jól sikerüljön. A bál vége felé nyilatkozott nekünk arról, úgy érzi, sikerült újra a jászsághoz tartozniuk. Azt gondolom, hogy most sikerült tényleg a jászsághoz újra tartoznunk, sikerült jász identitásunkat újra bizonyítani. A visszajelzések is azt bizonyították, hogy a vendégek jól érezték magukat. Nagyon alaposan megszervezett bál, minden korosztályt bevontak. Jászárokszállás a jászság szíve. A hagyományokhoz hűen a bál királynőjét, hercegét is megválasztották. Az interjúnk alatt még mindig a sok hatása alatt volt a királyi pár. Meglepő. Igazából zavarba ejtő, igen. Erre csak büszke lehet az ember. És az estét még szebbé tette az a tudat, hogy a bál bevételét a köztársaság téren álló barokk stílusú Mária oszlop felújítására és környezetének megszépítésére fordítják. Örülök annak, hogy Árokszálláson még van olyan gondolat, amelyik az egyházért, illetve az itteni vallási hagyományokért él és dolgozik. 50 éves az idősek gondozásáért létrehozott intézmény Jászfényszarun. A Városi Gondozási Központ munkatársai egyhetes programsorozattal emlékeznek meg a jeles évfordulóról. A nyitó ünnepséget a települési önkormányzat képviselői részvételével május 15-én délelőtt tartották az idősek otthonában. Éljen az 50 éves idős gondozás Jászfényszarun! Családias hangulatú ünnepségen emlékeztek meg Jászfényszarun arról, hogy 50 évvel ezelőtt nyílt meg az első idősek gondozását felvállaló intézmény a településen. A gondozási központ idősek otthonában a képviselőtestület tagjainak jelenlétében ünnepelték az intézmény évfordulóját. Boldog vagyok, hogy én nyithatom már ezt az időseket a rendezvényt. A gondozási központ dolgozói egyhetes programsorozatot terveztek a fél évszázados jubileum ünneplésére. A nyitő ünnepség köszöntőjét a város polgármestere tartotta meg. És én nagyon örülök és nagyon büszke vagyok arra, hogy az időseknek, akiknek vagy távol lakik a gyereke, vagy nagyon elfoglalt, vagy nincs, azoknak helye van. És Jászfényszarun az idősek ügyének az önkormányzat részéről helye van. Az otthonlakói versidézeteikkel a kortalan szeretet és a boldogság lehetőségét festették fel a résztvevőknek. Az ölelés tudod, nem köt a borhoz, megfáradt szív is örömet hordoz. Lenni kell álmoknak, lenni kell oknak, legyen céljuk az elfáradt karoknak. Figyeld, mit tesz még boldogá, mitől jó a kedved, az életed, minden reggel meg kell ünnepelned. Az 1973 őszén létrejött intézmény történetét, feladatkörének bővülését az Idősek Klubja vezetője idézte fel. Az idősektől átvett tapasztalatok, az irántuk érzett szeretet és megbecsülés
fontos mindannyiunk számára, hiszen a megbecsült múlt szüli a szép jövőt. Az idősek otthona 2015-ben nyitotta meg kapuit jelenlegi helyén. Az elmúlt években mintegy 160 idős lakó ellátásáról gondoskodtak, közülük a legfiatalabb 58, a legidősebb pedig 101 éves volt. A Városi Gondozási Központ nem csak az idős ellátás helyi intézménye. Ez idő szerint már 9 tevékenységi területen végzik feladataikat, és 54 munkatárs dolgozik az ellátás, a szociális és egészségügyi gondoskodás különböző szakfeladatain. A fél évszázad történéseit a gondozási központban fotókiállításon is bemutatják az érkezőknek. Büszkeséggel tölt el, hogy az én pályafutásom szinte összefonódott Jászfényszalon idős ellátásának folyamatával, hiszen az elmúlt 50 évből 47 évvel részese vagyok. Sok szép és emlékezetes élményben, kevesebb rosszban volt részem a hosszú évek alatt. Számomra nem volt és nem nehéz ez a munka, mert azt csinálom, amit szeretek. Az idősek otthona lakói köszöntötték az intézmény vezetőjét és a település polgármesterét. Az évforduló ünneplésekor nem maradhatott el a torta sem, az önkormányzat képviselői pedig egyértelművé tették, hogy számukra igaz Jászfényszalón nem törvényi kötelezettség, hanem önként vállalt feladat, továbbra is kiemelt fontosságú az idősek ellátása, a gondoskodás. Kell a gondoskodás, a szeretet, a szerető ölelés, és az a biztonság, amit nem csak a kamerák, hanem egy biztos jövőkép és egy gondoskodás tud csak igazán megvalósítani, megteremteni. Büszke vagyok arra, hogy 50 éves Jászfényszalón az idős ellátás. A közbiztonságról szóló beszámoló volt az áprilisi jászapáti testületi ülés legfontosabb témája. Erről adunk részletesebb tájékoztatást a település soros testületi ülésének második tudósításában. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte rövid híreink következnek. Petőfi körtefáját ültették el a Kultudvarban, és a Városi Polgárőrség munkáját értékelték Jászárok szálláson. Rövid híreink következnek. Zeneszóra nyílt szombaton a Kultudvar kapuja. A Nemzeti Emlékhelyek napján méltó hagyományőrző fogadtatása volt a látogatóknak, akik részt szerettek volna venni Petőfi körtefájának ültetésén. Egy legenda szerint Petőfi Sándor a halál előtti utolsó estéjét 1849. július 30-án a Székely Keresztúri gyárpás kúria terebélyes körtefája alatt töltötte, s talán itt szavalta el az Egy gondolat bánt engeme című versét, mint egy jóslatként. Az öreg tanú ugyan az 1960-as években kipusztult, de egy gondos kertésznek köszönhetően egyhajtásával tovább örökítette a fa genetikai mintáját, így ennek és egy pályázatnak köszönhetően lehetséges, hogy a fa leszármazottja a Kultudvarba kerülhetett. Az eredeti fáról újra szaporított 150 darab oltványhoz most hozzáférhetett, aki csatlakozott a Magyar Kultúráért Alapítvány a költő bicentenárium alkalmából közzétett felhíváshoz. Ültettük éppen az előbb a Petőfi körtefáját, ami egy nagyon nagy dolog számunkra itt a Kultudvarban, és reméljük, hogy megfogja ez a kis facsemete, és majd bőven fog teremni. Hát hogyha ez a kis fácska reményeink szerint megfogja, akkor aki ide ellátogat a Kultudvarba, zenész, látogató, megláthatja és megemlékezhet Petőfi Sándorról. Az idén 25 éves jászberényi hagyományőrző együttes művészeti vezetője elmondta, hogy a kiemelt emlékében kívül ez a fa lehetővé teszi, hogy a nemzet költőinek emlékezete mindig fennmaradjon itt Jászberényben is. Tisztelettel köszöntök mindenkit! A Városi Polgárőrség helyzetének elmúlt éves munkájának értékelése is témaként szerepelt a képviselőtestület legutóbbi ülésén Jászárok szálláson. Az önkéntes testület jelenleg 20 szolgálatot adó polgárőrrel végzi tevékenységét. Az elmúlt év legfontosabb eseménye az új polgárőr autó érkezése, illetve szolgálatba állítása volt. Szeretném megköszönni a tagság nevében az ezévi támogatást, amit kaptunk az önkormányzattól. Próbáljuk ezt úgy elkölteni, hogy jó legyen. A képviselők megköszönve a polgárőrök áldozatkész munkáját az eddigiekhez hasonló együttműködést kértek. A célok meghatározásakor egyetértettek abban is, hogy a napi szolgálat biztosítása mellett figyelmet fordítanak tagjai képzésére, illetve dolgoznak a taglétszám emelésén is. Örömmel olvastam, hogy továbbra is kiemelt cél a létszám növelése, illetve a tagtoborzás. Én ezt nagyon-nagyon-nagyon jónak gondolom.
illetve minden ilyen kezdeményezést azt gondolom, hogy az önkormányzat támogatni fog, hogyha a jövőben is bármiben tudunk segíteni, akkor továbbra is segítünk. A polgárőrség fontos feladatának tekinti, hogy minél több fiatalt vonjanak be a munkába. A közbiztonságról szóló beszámoló volt az áprilisi Jászapáti testületi ülés legfontosabb témája. Erről adunk részletesebb tájékoztatást a település soros testületi ülésének második tudósításában. Mivel lakossági igény merült fel a részletesebb tájékoztatásért a Jászapáti önkormányzat munkájáról, így a legutóbbi képviselőtestületi ülés legfontosabb témájáról, a helyi közbiztonságot érintő kérdésekről külön is szót ejtünk. Már az előző összefoglalóban is említettük, hogy elsőként az új rendőrségi épülettel kapcsolatban kértek információt a képviselők Glodics Ádám őrsparancsnoktól. Országos projekt lévén országos büdzséből kerülne sor a finanszírozásra, és a koronavírus, hogy bejött, át kell csoportosítani nyilván a pénzösszegeket, mert az állományt országosan el kellett látni védőeszközökkel, felszerelésekkel. Azonban arra még akkor se gondolt főkapitány úr, ami ugye most van előttünk, még nehezebb gazdasági helyzetben van a rendőrség is. Nem mellékesen az akkori tervekhez képest az építőanyagárak is többszörösére emelkedtek, úgyhogy pontosan erre nem tudok választ adni. Damjanics úti dohányboltal és kis italbolt, vagy kis palackozott italboltokkal kapcsolatban kerestek meg a lakosok, hogy gyakorlatilag ott fogyasszák el az alkoholt a közterületen, és ez nagyon sokszor zavaró számukra, vagy éppen a kávézóktól a dohánybolt előtt nem tudnak közlekedni a járdán. A közterületi alkoholfogyasztás problematikája mellett elvileg semmi sem indokolja, hogy az említett bolt előtt forgalmi akadály legyen, de ezt is megvizsgálja az önkormányzat. Föl fogjuk méretni, megnézhetjük a közterületfelügyelőnkkel, hogy milyen gyakorisággal áll fönn ez a probléma. Ezzel szemben a drog jelenléte, főként a szegregátumokban, viszont nagy közbiztonsági kihívást jelent. Városnak a drog problémája, ez sajnos minden fórumon előkerült, és ez eléggé aggasztja a lakosságot. Az őrsparancsnok elmondta, hogy kiemelten dolgoznak ezen a területen, de kézzelfogható információk hiányában nehéz a dolguk. Pletykákra nem lehet büntető eljárást alapozni. Tehát 2 darab bűncselekményt regisztráltunk, ami kábítószer kereskedelemmel kapcsolatos 2022-ben Jászapátin. És ez mind a 2 sikeres eljárás, már azért is, mert ebben a tekintetben nagyon nagy a látomcia. Nincsen sértett, a gyanúsítottnak meg nem érdeke, hogy meginduljon egy büntető eljárás. Se a fogyasztónak, se a gyanúsítottnak, így nekünk kell felderíteni, hogy egyáltalán a tudomásunk eljusson az esemény. Az ősparancsnok külön kérte a lakosságot, hogy akinek konkrét, bizonyítható információja van a helyi kereskedelemmel kapcsolatban, keresse meg a rendőrséget. Látható, hogy a 2022-es évben a összesen regisztrált büntetőeljárások száma igazából nagyon kiegyen súlyozottságot mutat a 21-es évhez, egyel csökkent, tehát 180-ról 179-re. A közbiztonsági beszámoló alapján összességében elmondható, hogy Jászapátin a bűnesetek száma stagnál, ezek 2/3 vagyon elleni bűneset. A lopások száma 2022 második felében az infláció erősödésével indult be jelentősebb mértékben, de szintén stagnál a számuk az előző évhez képest. De a lakásbetörések esetei növekedtek. Rablás 1 esetben volt, a csalások száma a felére csökkent, és emberölés nem volt 2022-ben. A közlekedés biztonság területén is jó eredmények születtek. A statisztika alapján mindössze 9 baleset volt 2022-ben, és nem volt halálos eset az elmúlt 3 esztendőben. Több a sebességmérés és a biztonsági jövedelőrzés, ami ezen eredményhez vezethetett. A beszámoló szóbeli kiegészítésében azt is hallhattuk, hogy a műmegelőzés és a Bike Safe programok mellett az illegális szemetelők lefülelése és a rendészeti tevékenység is sikeres. Ennek fókuszában főleg a 10 000 főt is a településre vonzó havi kirakodóvásár jelenti, ahol igyekeznek a zsebtolvajokat kiszűrni. Az ülésen még a tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról is hallgathattak meg beszámolót a választott képviselők, melynek egyik kulcsgondolata, hogy a 2022-es aszály és szárasság itt is több szavatéri tűzesetet és több oltási feladatot hozott, mint az előző esztendőben. Az NB1B kosárlabda bajnokság piros csoportjában a jászberényi csapat május 13-án a Sziget-Szent Miklósi kosarasokat fogadta, akiknél 3 pontos vereséget szenvedtek. Így szombaton este minimum 4 pontos győzelem kellett ahhoz, hogy a JKS-e az 5. helyért játszon tovább.
május 13-án rendezték a JKS-e és a BKG kosárlabda csapatok második mérkőzését, ami arra volt hivatott választ adni, hogy melyik alakulat játszhat majd az ötödik hely megszerzéséért. A Szigetszentmiklósi összecsapás nagyon szoros volt, és mindössze 3 ponttal maradt alul a Berényi gárda a vendéglátókkal szemben. A Jászberényi visszavágón már a mérkőzés elején látszott, hogy itt is egyenlő felek küzdöttek a pályán, hiszen 4 perc után 9-9 állt az eredményjelzőn. Később aztán belelendült a hazai gárda, és Hommaki Dónát triplája már 8 pontos előnyt jelentett számukra. Ez a különbség szerencsére az első negyed végére is megmaradt. A második etapban aztán Nagy Boton vezérletével és ponterős játékának köszönhetően elkezdett zárkozni a BKG. Kovács Vilmos azonban visszaállította csapata 8 pontos előnyét. Ám a félidő végére már csak 4 egység maradt belőle. A térfélcsere után nem sokkal, még 7 pont volt a JKS előnye, de ezt követően a Szigetszentmiklósiak sebességet váltottak, és Plézer Gábor kettesével ki is egyenlítettek. Szerencsére ekkor még a Berényi gárda újítani tudott, és a harmadik negyed végére ismét 4 ponttal vezettek. Az utolsó játékrész elején már látszott, hogy fáradni kezd az ezersebből virző jászberényi csapat, és az örökmozgó Nagy Boton középtávoliával már a vendégek vezettek 4 ponttal. 28 másodperccel a meccs vége előtt Uros Rozics még egyenlített, de egy fault után a szenzációsan játszó Nagy Botont 41. kosarával feltette az íra a pontot. Már az utolsókat rúgjuk, sajnos. Nagyon fáradt már a brigád, ugye sok a sérültünk is, olyan is volt, aki sérültem vállalt a játékot, illetve 2 vírusos megbetegedés volt a héten, egyet edzett Csikricsi is, meg egyet edzett a Mester Márk is, csoda, hogy ennyit hozzá tudtak tenni. Úgyhogy gyakorlatilag elfogytunk, a fiúk kitették, ami bennük volt, szívüket, lelküket a pályára, egész egyszerűen nem volt már bennünk elég kakaó. E 2-es vereséggel a Jászberényi KS-e Ceglét kosárlabda csapatával játszik 2 meccset, a 7. hely megszerzéséért. A rossz idő sem riasztotta vissza a túrázókat május 13-án szombaton reggel. A Lehel termálfürdő és kemping kapujából több mint 500-an indultak el a 32. Zagyva hajta gyalogos teljesítmény túrára. A szervezők aggódtak az útviszonyokért, így reggel végigmentek az útvonalakon, és ahol kellett, változtattak rajta, így biztonságosan vette kezdetét az esemény. Az eső csepergett, de nem riasztotta el május 13-án szombaton a túrázni vágyókat. Reggel 8 órakor elkezdődött a 32. Zagyvahajta gyalogos teljesítménytúra Jászberényben. A hajtai rész az nagyon jó, mert reggel kín voltunk, a Bánhegy is homokos, és nem lesz semmi probléma. Az erdőben meg, akik legelőször elindultak, azok leverik a vizet a fákról és a fűről, akik később indulnak, azok sikeresebben fogják teljesíteni az utat. A szervezők jó kedvel, viccelődve várták a túrázókat, de aggódtak az útviszonyokért. Így reggel végigmentek az útvonalakon, ahol kellett, változtattak rajta. Biztonságosan vette kezdetét az esemény. Ezen az alkalommal is 3 tábot indítottunk. Van egy 12 kilométeres zagyvamentő sétatúra, egy 16 kilométeres Zagyva-Bánhegy túra, és a leghosszabb, ugye a 28 kilométeres Zagyva-hajta teljesítménytúra. A Lehel termálfürdő és kemping kapuja volt az indulás és az érkezés helyszíne is. A plakátnál fotózkodó srácok tavaly már kipróbálták a biciklis teljesítménytúrát, így idén úgy döntöttek, elindulnak gyalog is. Erdőbe mentünk, és hát akkor kicsit sarasabb volt a hely. Esett az eső, nem ijedtetek meg tőle? A barátokért mindent. Miben másabb, hogy csapatba indultok, mint egymagatok? Sokkal élvezetesebb az út végig. A térképre várakozók között nagyon vegyes volt a korosztály, volt, aki már többször végigjárta. Őt kérdeztük meg, kiknek ajánlja. Már nagyon régóta szerettem volna újból visszajönni, mert egyébként ez nagyon jó túra szokott lenni, nagyon jó a megszervezése, meg nagyon jó. Tehát az út az meg majd kiderül, hogy ez az eső mit hozott, vagy mit hagyott maga után. És gyakorlott túrázóként elmondta a titkot is. Rossz idő nincs, csak rosszul öltöző turista. És a legtöbben így gondolták. Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy több mint 500 indulója volt szombaton délelőtt a 32. Zagyvahajta gyalogos teljesítménytúrának.
Műsorunk végén lássuk még egyszer legfontosabb híreinket röviden. A 32. Jászbálnak május 13-án jászárokszállás adott otthont. 50 éves az idősek gondozásáért létrehozott intézmény Jászfényszarun. A közbiztonságról szóló beszámoló volt az áprilisi jászapáti testületi ülés legfontosabb témája. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Híreinket, információinkat megtalálják internetes platformjainkon, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon és a jttv.hu oldalán. Vigyázzanak magukra és egymásra. Minden jót kívánok! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.